Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jön egy kommentár videó. Rég nem hallottam a hangomat, jó nem úgy, de kommentárban rég nem hallottam a hangomat, és rég beszélgettünk egy jót, és ugye sokat játszom mostában veletek, és ilyenkor jönnek a témák, hogy miről is kellene beszélni, és végre rászántam magam, úgyhogy beszélek most egy úgy érzem általatok fontosnak tartott dologra, hiszen valamikor nekem is rettenetesen fontos volt, és ez pedig a KD arány, és azoknak lesz jó ez a videó, akik küzdködnek azzal, hogy emeljék a KD arányokat, és egy kicsit meggyorsítsuk ezt a folyamatot, továbbá segítsek abban, hogy a Battlefieldnek a trükkét, nevezek így, a Battlefield trükkét kihasználva, és javítsunk, és letán meccseken mindig kihozzuk azt a pozitív KD arányt. Na most onnan is induljon ki egy kicsit a játékmenet, szerintem először is adok talán egy érdekes tippet, hogy hogyan igazoljunk ki a dolgokon. Szóval egyetértünk abban, hogy a Battlefield mostanra már egy nagyon gyors játék lett, és pályák is gyorsabbak, járművek gyorsabbak, minden gyorsabb, ráadásul sűrűbb, egyrészt azért is gyorsabb, mert sűrűbb is, most már ott tartunk, hogy a 64 embert is el tud viselni egy szerver, úgyhogy egyszerűen sűrű, és azt is tudom, hogy sokan óckodtok attól, hogy fölmenjetek sűrű szerverre, egyrészt félt azt a nagyon precious, hogy így mondjuk angolul, tehát a nagyon-nagyon kis KD arányatokat féltitek, és nem nagyon mentek fel sűrű szerverre azért, hogy ki tudjatok igazodni a pályákon, és mindig egy pozitív KD arányban jöjjetek ki, mert ugye hát elég nehéz egy sűrű pályán kihozni egy pozitív KD arányt, hogy úgy mondjam, de ennek is megvan a trükkje, szóval van egy ilyen Battlefield trükk, hogy úgy mondjuk, és ezt ki lehet használni, és mindig egy pozitív KD arányt lehet hozni, ismernek ilyen embert, nem tudom, hogy összörösen vagy direkt használja ki, de Killer Eagle kolléga, ugye, akit sokszor láthatatok együtt Battlefieldezni velem, ő egy ilyen ember, és nagyon jó ki tudja használni ezt a Battlefield trükköt, egyelőre így nevezzük, és mindig egy nagyon jó KD arányot tud kijönni a csatákból. Nos, miben, tehát beszéljünk arról, hogy Battlefield, van egy nagy pálya, mondjuk Conquest esetében, de igazából teljesen mindegy, hogy miről beszélünk. Conquest esetében ugye például vannak ugye pályaszekciók. Mit értünk pályaszekció alatt? Azokat a részeket, ahol ugye pontokat foglaljuk. Azok ilyen mini térképek, tehát ott mini pályáknak vannak megcsinálva, az arra szolgálva, hogy ott is kialakuljon egy nagyon jó kis pörgős, izgalmas csata. A régi Battlefieldekben ez nem feltétlenül volt így, mert ahol egy éppenséggel egy pontot foglaltál, ott például rettetesen kevés, vagy nem rettetesen, de kevesebb épület volt, és kevesebb fedezék is. Voltak természetesen pályaszekciók, ahol sűrűbb volt a fedezék rendszer, de mivel a szerverek ennyi embert még nem tudtak eltartani, így aztán maga az akció sem volt annyira sűrű, ezért a Battlefieldnek volt egy kényelmes tempója, amit meg lehetett tölteni. Most már nincs így, most már azért pályaszekciókban sokkal több a fedezék, és sokkal sűrűbbek az emberek, és sokkal jobban kell pörögni, és egyszerűen gyorsabb alkalmazkodást igényel az egész. Ugye nektek is ismerős ez a dolog, amikor rászponolsz a társadra, és bum, meghalsz. Egyszerűen azért, mert annyira sűrű az akció, hogy gyorsan kilőnek. A másik az, hogy annyira sűrűn, és gyorsan akarjuk az akciót, mi, hogy ezáltal oda szponolunk gyorsan az akció közelébe. Úgyhogy ezt így felejtsük el egy időt. Tehát ha azt írja ki a társadnál, hogy danger, vagy warning, vagy valamit kiír, warningot szokott kiírni, hogyha Battlefield-nél rá spawnolsz a társad, akkor ne spawnolj rá, mert az azt jelenti, hogy veszélybe. Tudom, hogy instant akcióra vágyunk, de az instant akció ront a KD arányon. Szóval az első ilyen dolog, ne legyen instant akció. A következő dolog, azoknak, akik mondjuk tipikus Battlefield játékosok, és mondjuk nem nagyon szoktak más játékokkal játszani, azoknak nagyon ajánlom melegen most, hogy elmenjenek egy kicsit konozni. Azon belül is ajánlanám a Black Ops 2-t egyébként, de a Code 4 ugye ingyenes, annak, aki nem akar semmit vásárolni, letölt is elmegy tört szerverre játszani. Hogy miért ajánlom? Azért, mert most már a Battlefield-en felelhető pályaszekciókon a játék annyira sűrű, mint egy Call of Duty pályán fellelhető játékban. És a kettő nagyon is egyenes arányban van egymással, és nagyon meg lehet tanulni a kódban azt, hogy Battlefield-ben pályaszekcióként mire kell figyelni, és mennyire gyorsan kell pörögni. Mert Battlefield-del az volt a baj, hogy és talán még most is, hogy nem tanít meg, nagyon sokszor nem tanít meg
a hátad mögé nézni, és egy ilyen pályaszekció, annyira sűrű már a forgalom, hogy a legtöbbször nem az előnek, nem az lőle, aki szembe van veled, mert attól értelemszerűen azért gyorsabb vagy te is, hanem az lőle, aki a hátad mögött van, vagy a rossz spawn öl meg. Úgyhogy a kódban nagyon jól meg lehet tanulni azt, hogy hogyan igazodjunk ki a sűrű szekciókon. Úgyhogy, tehát akkor már ott adtuk, hogy két tipp, egyik ne spawnolja a warningos társadra, és csak akkor spawnolj rá, ha esetleg ő azt mondja, hogy most spawnolhatsz, vagy tényleg úgy érzed, hogy az a szekció tiszta. A következő ugye, egy kicsit érdemes belekóstolni pörgősebb játékokba is, mint a Battlefield, azért, hogy megszokd azt a sűrű pörgést, és hogy mennyire intenzíven kell gondolkodj, és átlásd a dolgokat. A harmadik dolog, ami szerintem kulcsfontosságú, sokan óckodtok attól, hogy beüljetek járművekbe, meg így mondjátok nekünk, hogy közben játszik, hogy szállj be a tankba, hozd el azt a tankot, stb. Nem szeretem a tankot, nem szeretem a helikoptert, nem szeretem ezt, nem szeretem azt, és úgy gondolom, hogy a Battlefieldnek a trükkje, az a bizonyos trükk, az itt lelhető fel, ennél a kulcs dolognál, hogy járművek. Mindjárt elmondom, hogy miért, mert a pályaszekciók között van egy úgynevezett útvonal, van egy holtér, nevezzük ezt holtérnek, na most ez a holtér sem üres, hogy úgy mondjam, tele van, ezek a holterek tele vannak úgynevezett keselyükkel, ugye mit csinál a kesely, addig köröz fölötted, amíg összeesel, ószt meghalsz, és akkor szétszednek. Na most ezek a Battlefield keselyük, ezeket úgy hívjuk, hogy csípások, hébe-hóba tankok, vagy hébe-hóba eltévedt ugyanúgy játékosok, mint te, akik megtaláltak ebbe a két szekció közötti holtérbe, és arra várnak, hogy te arra menj, és téged kiszednek. Ezek azok a tipikusok, hogy mi a jó anyádat keresel ott azon a részen, és miért pont ott kell lenned, amikor én arra sétálok, ugye ismerős ez a szöveg, rengetegszer belefutni ilyenekbe, na most ők azok, akik hihetetlen módon le tudják rontani a KD arányunkat. Azon kívül mondjuk, hogy egy akció sűrűjében haltunk meg, és szeretnénk egy kevésbé sűrű pozícióról eljutni az újabb akció sűrűjébe, vagy akkor mondjuk kívülről kezdjük el behatolni a sűrűjébe. A holtéren holtbiztos, hogy kilő minket valaki, és erre van tervezve a Battlefield, hogy mindenki megtalálja a játékmódját, mert vannak mesterlövészek, és őnekik például egy holtérben ideális az ellenfelekre vadászni. Egy tank, ha egy ideális játékmenetet vesz föl, akkor egy holt térben vadászik, és szedik ki az ellenfél tankokat, vagy az éppen arra járó játékosokat, vagy éppen azokat a játékosok, akik megpróbálják kiszedni a tankokat. Ha egy holt térben ragadsz, akkor mindegy, hogy öten vagytok, a tank ki fog tudni például szedni titeket. Szóval, mi erre a megoldás, ugye, ne indulj el gyalog a holt térben, hanem ülj be egy járműbe, lehetőleg egy harci járműbe ülj be. Mert a harci járművet itt most ugye egy tankot például nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy tank, és arra van, hogy menjünk, lőjük, robbantsuk, döntsük épületeket, nem. A tank az a dolog Battlefield-en belül, ami magas KD arányt tud neked biztosítani. Aki szeretne kicsit jobban megtanulni tankokkal játszani, az nézze meg a Battlefield nézhető sorozatban a tankjátékokat, de röviden elmondom, hogy többnyire háromfajta játék van itt tankkal. Van a nagyon defenzív, én azt szeretem képviselni. Kicsit unalmasabb, de viszont masszív killstreaket tud adni, szóval amit láttátok itt is például, 10 killstreaket csináltam, egyszer haltam. Tehát remélem érthető a boost a KD arányon. Itt például beszállok egy helikopterbe, itt is csinálunk a srácot, szerencsére jó pilótát fogtam, kicsinálunk egy 10-es KD-t, egyszer haltam meg. És már ott tartok, hogy 22. És értitek ugye azt, hogy hogyan boostolnak a járművek a KD arányban. Szóval a tankban van a másik, az agresszív játékmenet, amikor a tankkal be a sűrűjébe, 5-6 killt összehozva, felrobbantanak, jó esetben megúszod, még nem. Még ez is egy boost. És van egy másik fajta, ami a kettő közötti középút, amikor a játékos észreveszi azt, hogy mikor kell támadni, mikor kell defenzíven játszani. Szóval figyeljetek oda a járművekre, és a hold térben járművekkel közlekedjetek, mert a jármű az a segítő eszköz, ami megdobja a KD arányodat, azt a KD arányt, amit elvesztettél az akció sűrűjében. Szóval amikor van alkalmad,
tanulj meg járművekkel dolgozni. Nos, a másik pont például, amire például szolgálhat egy jármű, az, hogy a holttérből tudsz az akció sűrűjében dolgozni. Egy tankkal, egy helikopterrel, főleg ugye egy helikopter, a ügyes helis vagy. A helikopter nagyon jó arra, hogy berepül a sűrűjébe, kirepül a holttérbe, és a sűrűben ledarálsz egy pár embert, kirepülsz a holttérbe, jobb esetben, ha nem kap el az anti-air, de ezt is meg lehet oldani. És a tank, a legtipikusabb, amikor a holtérből egyszerűen az akciósűrűjében paf-paf-paf egyesével szedett ki az embereket. Nem azt mondom, ezt csináld a teljes meccs alatt, mert tudom, hogy az akciósűrűjére vágysz. Viszont gondolj arra, hogy egy kis boostot adja a KD arányom. Oké, most ben voltam az akciósűrűjében, meghaltam 10-szer, ezért most egy-egyes a KD arányom, és hát azon egy kicsit javítani kéne. Hopp, nézd ott egy tank a spawnon, elhozom a tankot, kicsit megállok a holtérbe, kikeresem ott a sűrűbb az akció, bim, 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 kiosztok el két ember, dobok egy kis boostot a statomon, és aztán elindulok a tankkal, adjál neki, ami belefér, bemész az akció sűrűségben, még kiszedsz 2-3-4-5 embert, már is 10-et öltél, és kiszed az infantry, de akkor egyet haltál, és tadám, kész, megvan. Csak egy kicsit meg kell tanulni manőverezni a tankkal, meg kell tanulni manőverezni a helikopterrel, kicsit meg kell tanulni célozni, de a járműnek ez a lényegi szempontja. Nagyon hozzájárul a játék feelingéhez, és a robbanásos, és az egész hangulathoz, de hogyha lenyersítjük az egészet egy ilyen Battlefield trükkre, akkor az, hogy a holtérben segít neked abban, hogy megőrizd a jó KD arányt, vagy hogy felbúsztold a jó KD arányt azzal, hogy ugye egy holtérből a sűrűbe keresed az akciót. Szóval így érdemes ezt meggondolni. Remélem tetszett a kis videó. Nagyon-nagyon-nagyon jó kis sikerült játékok, és nagyon jól reprezentálja mind a kettő játék, amit az elején láttatok, az ugye az egy ilyen infantry játék volt, az volt hivatott mutatni inkább, hogy a pálya szekciókban van olyan megoldási lehetőség, hogy ki tud taktikázni az embereket, szóval mindig gondolja arra, hogy az ember, a legtöbb játékos, a tömeg, hogy úgy mondjam, a sűrű akcióra vágyik, ezért ők mindig be fognak menni középre, és mindig ott akarják, mert egyszerűen tényleg a sűrű akcióra vágyunk, az intenzív játékra, és csak utána panaszkodunk a KD arányon, hogy nem, azért nem megy, mert nem bírjuk feldolgozni ezt a sűrű akciót, és később fogok beszélni egy másik videóban, hogy hogyan alakul a multiplayer, de sokkal később természetesen fogok beszélni egy olyan videóban, hogy hogyan alakul a multiplayer a mai napokban, és mit jelent a profi VS hubon játszani, és na mindegy, hosszú, de a lényeg az, hogyha Battlefield-ezni szeretnél, hogyha kicsit ki szeretnél bővíteni a kádrira, akkor ez egy megoldás. Természetesen vannak pályák, amik kivétel képeznek, például a Dragon Thief DLC-ből azért az összes pálya, igen, infantry központú, ezért végül is azt jó sikerült elosztani, hogy az egész pályán tudjon folyni egy nagy csata, ne csak szekciókra sűrűsödjenek be az emberek, és ott nyomják, hanem egy teljes pálya mértékben tudjanak jól dolgozni, de a többi Battlefield pályán és a eljövendő DLC-ben, a Last Final Stand-ben ott hatalmas pályák lesznek, és erre nagyon kell ügyelni, mert a hottér hatalmas lesz, és mindenki sokan fognak csipázni például. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!